Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Hanvas Béla előadáson. Megköszönöm Gábor és Erika meghívását és megtisztelő megkeresését. És elsősorban egy távoli, mély meghajlással szeretném kezdeni Hanvas Béla felé, aki nélkül nagyon sokan nem értük volna el a szellemi útkeresésnek azon fázisát, ahol már gyakorolnánk, ahol már tennénk valamit. A jelenlévők közül nagyon sokan ugye, tudhatjátok, hogy hogy született a két háború között, mit csinált a könyvtáros időszakáról, és arról is, hogy a II. Világháború utolsó harci cselekménnyel teli napján bombázták ki a lakásából, és utána a kommunizmus alatt mi történt vele. És ezen közben azzal a fantasztikus műveltséggel, ami csak az eszköz volt, azt a lelket, azt az elképesztő szellemi lángot, amit ő lehozott, azt megformálta és átadta most már az életmű kiadásban látva több mint 25 köteten keresztül. Egy olyan szellemi fáklya és olyan fény, amelyet szerintem nagyon nagy munka helyesen értelmezni, és az a dolgunk, hogy egyrészt hálásak legyünk neki, illetve megnézzük azt, hogy milyen fantasztikus dolog magyar eredeti anyanyelvünkön olvasni ezt. Két része lesz a bevezetőmnek. Az egyik, amikor Hanvas Bélának explicite a zenről írott esszéjéről szeretnék beszélni, a második pedig egy olyan fogalomsort fog felvonultatni, amelyet a szellemi indítatású írásaiban Ősök csarnoka, Sciencia Sacra állandóan ismétel és emleget. Az első részében azt szeretném kifejteni, hogy ugye ő nagyrészt csak írásokat szerezhetett be a zenről. Konkrétan Daisei Teitaro Suzukinak a zen írásait, a zen buddhizmus többkötetes volumenét, és ebből vont le következtetéseket, ebből olvasható a zen esszé. Vegyük most számításba, hogy soha nem találkozott ázsiai szerzetesekkel, soha nem volt Ázsiában, soha nem találkozott egy olyan buddhista tanítóval, aki a nézetvilágát ott pallérozta volna, nem gyakorolta úgy a darmát, ahogy most elmész egy zen központba, tibeti központba, Hinayana központba, és akkor megtanítják neked a meditációt, és elmondják, hogy mit csinálj, és nem volt egy olyan szanga a tiszapalkonyai raktáros évei alatt sem, és a leányfalui évei alatt sem, akikkel úgy együtt gyakorolva kiegyensúlyozhatta volna a véleményeket és a tényeket, az utat és a hibát. Tehát teljesen magányos profétaként évtizedekkel előzte meg azt a szellemi vonulatot, amely most már akaratod esetén a YouTube, az internet segítségével már bevásárolhat, már mehet külföldre, már importálhat hagyományvonalakat. Önnek ez nem volt. És ha ilyen szemmel olvasod azt, amit a Suzuki könyv alapján leír, és viszonyítva saját tanulmányaihoz következtetésként levon, megdöbbentően alapos. Egy pár dolgot szeretnék csak az utókor kedvéért javítani. Bodhidharma soha nem volt fordító, tehát ő nem fordított szutrákat. Az, amikor a Mahasunyatáról vagy a nagy ürességről beszél, az tapasztalati szinten nem különbözik az egyébként közönséges üresség fogalmától. Itt az a fajta indiai vagy ázsiai fogalomválasztás mutatkozik meg, hogy van egy hétköznapi fogalom, és arra ráteszek egy nagyobbat, egy transzcendenset. És az ürességre mit teszel rá? Hát üresség az ürességediken, ugye a Mahasunyatá, de ez minőségileg nem jelent különbséget az üresség 1, 2, 3 és az üresség az ennediken között. Tehát ez vagy megvan, vagy nincs. Aztán nevezheted, aminek akarod. Ugye jön neki ez a magával hozott karma szintjén megvolt. Tehát ha látod a korai éveit, ha látod a választásait, ha látod azt, hogy például Várkonyival milyen elképesztő közös munkája volt, és a Szíriát oszlopai nem állnának Hanvas Béla nélkül. Most Vörösről nem is beszélek, mert ez egy sokkal összetettebb kapcsolat volt. Nem csak, hogy hiánypótló, hanem megkerülhetetlen a magyar művelődés történetben, szellemtörténetben az, amit lerakott az asztalra.
A zen ügyében olyan megállapításai vannak, és olyan fókuszt találunk Hanvas által, hogy például a Sung San Zen mester által felállított 10 koan kapu, amely később bővült, tartalmazza azt az egy koant, amit például Hanvas Béla a zen eszében kiemel. Ez a Fönn a fán című koan, amelyet nagyon sokan ebben a társaságban megfejtettek, vagy most fejtegetnek, vagy lehetőleg meg fognak fejteni. És ez a Hyang Om, vagy Xuai Zhang, akit megkérdeznek, hogy mi a zen. És ez azt mondja, hogy olyan, mintha valaki megkötözve a fogánál fogva lógna egy hatalmas fa ágáról, alatta a több tucat méteres szakadék, és a fa alá egyszer csak egy zenmester kísérletében odajön egy vendég. És a vendég megkérdezi, miért ment Bodhidharma Kínába? Ha a fánlógó ember kinyitja a száját, hogy válaszoljon, lezuhan és agyon zúzza magát. Ha viszont nem válaszol, akkor az zenmester lelövi, mert az illető elmulasztja a kötelességét, mint zen tanítvány. Nem tesz eleget a kötelességének. A kérdés az, hogyha te lennél fönt a fán, hogy maradnál életben? És Hanvas nem csak, hogy rátalál erre a sok-sok koan közül, nem csak, hogy kiemeli, mint egy nagyon fontos paradoxont, az élet és halál paradoxonját, hanem a kommentárjában olyan érett nézetet közöl, hogy akik megoldották már, azok is tudják használni, akik meg nem, azok meg nőjenek fel hozzá. Behoz egy olyan fogalmat, amit mondónak hívnak, és ez egy köztes állapot a dharma beszéd, a próza, és a koan, mint párbeszéd között. A mon az japánul kapu, kínaiul koreaiul ez mun, a do pedig az ösvény, tehát a kapuhoz vívő ösvény. Ezek zen történetek, tömör aforizmák, amelyekhez hasonlót a nyugati irodalomban csak Örkény István produkált az egyperceseivel. És nagyon fontos azt látni, hogy ezt a szellemi töltést is megfelelően a helyén kezeli, és utána a zent berakja a keleti hagyományoknak a mátrixába, és társítja a Védántával, a taoizmussal, a buddhizmus egyéb ágazataival, stb. Amit hiányolok például a zen eszéből, az az, hogy ugye a taoizmus és a buddhizmus kínai több évszázados összegyúródásából keletkezett a zen maga. Hát azt azért nem lehet számon kérni, hogy a két háború közötti elérhető történeti irodalomban ez szerepeljen mondjuk Magyarországon. Valószínűleg nem szerepelt ez a mű. De nem érthető a zen működése, természetközelisége, egyszerűsége, törölmetszettsége annélkül, hogy a buddhizmus és taoizmus kombinációját ne látnánk meg. A zen tusfestészet és a taoista tájfestészet azok megkülönböztethetetlenek egymástól, csak a korszak, a festő és az esetleges helyválasztás Kínán belül az mutathatja meg, hogy inkább a taoista vidéken volt, vagy inkább a buddhista vidéken volt. De ezek annyira kombinálódtak és olyan átfedést mutatnak, hogy nem lehet széttársítani őket szerencsére. Úgyhogy a Hanvas által használt fogalmak közül szeretném először is a kölcsönös áthatást kiemelni, az inkvali rend, amit ugye Böhmétől idéz, és azért fontos ez, mert társítja a forma üresség és üresség forma igazságával, amely hát jóval az európai tudományosság előtt a dolgok, jelenségek relativitását tökéletesen mutatta. És ezért is lehet kölcsönös áthatás lélek és lélek, jelenség és jelenség között, mert a szilárd határok, amennyire ezeket tiszteletben kell tartani, csak látszólagosak. A szilárd testek, azok nem objektíve létezők, egyrészt a tudatod által apercipiálod és látod olyannak, amilyen, másrészt pedig kvantumfizikusaink kimutatták, hogy ez az asztal azért látszat, mert a benne résztvevő atomok egyetértenek, hogy ők most a fa állapotát veszik fel. Ezt az egyetértést tűzzel és egyébben meg lehet változtatni, és akkor a hamu és az elszálló hő állapotát veszik fel. Ez a fajta szokás az, amit karmának hívunk. Tudati szokás, anyagi szokás, lelki szokás és egyebek.
Természetesen szívesen láttam volna, hogyha Hanvas megemlíti a zen négy alapelvét. De ezt én, mint zenszerzetes és zentanító és Ázsiában több évet töltött gyakorló kívánom, és nem úgy, hogy a tökéletesség igényével lépjek föl azzal, aki mindenféle előd és az előbb említett tanító, tanítás és tanítványi közösség nélkül végezte a munkáját. Elképesztően nehéz körülmények között. Tehát az inkvalírem, mint fogalom azért fontos, mert lebontja azokat a falakat, amely mögé az egyén bebújik. És rögtön a következő ilyen fogalom, amely a Hanvasi életművet teljesen áthatja, ez az infinitesimális szubjektum. Tehát a mikroméretre csökkentett egoitás. Azért fontos ezt megemlíteni, mert ez egy nagyon érett élet- és világszemléletre utal, aki Kolostorban szerzetesek, szerzetesnők között eltöltött elég időt, az pontosan tudja, hogy ugye mindenki emberből van. Mindenkinek van bizonyos nagyságú és működésű énje. De hogy mekkora és hogy működik, az nem mindegy. Tehát, hogy egy rusnya nagy egókamion keresztbe áll a spirituális utadon és elzárja, vagy pedig egy aprócska kis játék motorkerékpár brünnyög az út szélén, és megsimogatod, na az nem mindegy. Tehát az, hogy milyen énséggel, milyen személyiséggel, milyen térfoglalással, milyen lélekzárral rendelkezik valaki, az bizony nagyon-nagyon komoly karma és komoly különbség ember és ember között. Tehát hiába azonos a Buddha természetünk, az az isteni szikra, ami most benned figyel, a karmánk nagyon más. Nincs két ugyanolyan arc, nincs két ugyanolyan test, nincs két ugyanolyan lélek. A tudatosságunk szintje szerint találkozhatunk. Most ebben a teremben úgy találkozunk, hogy a tudatosságunk Hanvas Bélát vette alapul, és ez az alap az, ami számunkra a közös nevező ma este. De az, hogy a gyakorlatod által, az életutad által elérhesd a kicsire visszavett énség állapotát, az infinitesimális szubjektum állapotát, az nagyon komoly munka. Egyébként társkapcsolatnál jobban nem is mutatja ezt semmi a hétköznapi élet keretein belül. Vagy családi karma, hogy hogy veszel részt a családban, mint elefánt a porcelánboltban, vagy az, aki a porcelándarabokat fölsepregeti, vagy az, aki úgy megy el a porcelándarabok között, mint hogyha a hegyek között repülne. Tehát szerep kérdése az egész. Milyen szerepet veszel föl, az már a te karmádon, a te lelkeden múlik. A harmadik ilyen fogalom, amit nagyon megjegyeztem még akkor, amikor gimnazista és egyetemi éveim alatt olvastam Hanvas műveit, részint a sporadikusan megjelenő barna, zöld, kék és egyéb borítójú könyvekben, részint pedig azon speciális kollégium ideje alatt, amikor még kéziratokat, ilyen schleifniket lehetett még a tanfolyam vezetőtől szigorú feltételek mellett kölcsön kapni. Ez pedig a metanoia. Ez a metanoia semmi más, mint az az átminősülés, az a transformáció, amit magadban végrehajtatsz akkor, hogyha az inkvalírenre rájöttél, a kölcsönös áthatásra, amely lebontja a falakat, hogyha már cél az, hogy ne ezzel a rusnya, nagy, szöges fallal, személyiséggel, egoitással legyél jelen az életben, és az átminősülés az innen indul, ebből a vágyból indul. Tehát, ha gyakorolsz, hogyha az energiát befelé fordítod, ha felteszed azt a kérdést, ami a zenben a mi ez kérdése, akkor elindul a karmának az a frissülése, az a fordulása, amely tényleg az ember színe változásához vezet, és most nem az arcszínedre gondolok, hanem arra az alakításra, amit te a mindennapi életedben nyújtasz. És legkevésbé, mint egyén, és leginkább, mint társas lény. Legyen az egy család, egy csoport, egy munkaközösség, akár egy társadalom is. Úgyhogy ezek a fogalmak nagyon fontosak, és enélkül nem nagyon lehet érteni azokat az alapvetéseket, amiket Hanvas tesz a különböző misztikusok idézésével. Tehát nagyon sokszor idézi Coventry Patmore-t, aki azt mondja, the divine is only real. Helyes mondatfűzéssel, is the only real.
Tehát miért a szent az egyetlen valóságos? Ez a kérdés. És hogyha belemegyünk Hanvas mentalitásának a mélységeibe, hogy mennyire a mulandóság fölé, a kondicionált valóság fölé, és a tökéletlenség fölé óhajtott menni, akkor érthető az, hogy miért használja így ezeket a fogalmakat. Személyes meggyőződésem, hogy nem lehet Hanvas életművét teljességgel megérteni, de még elégséges mértékben sem megérteni, hogyha valamilyen szellemi munkát mi magunk nem végzünk. Miért? Mert nem hoztuk le azt, amit ő. Nem az a szellemmel, lélekkel születtünk, mint ő. Lehetetlen is lenne. Tehát, hogyha nem vagy azon a szinten, akkor nőjél föl hozzá. És ez csak munkával lehetséges. Tehát, hogy mindegy, hogy milyen szellemirányzatot választasz, csak dolgozz magadon azért, hogy a terheidet levethesd, a szintedet meghaladhasd, és elérhesd azt az állapotot, amit ő már a műveltsége nyomán kibontakoztatott, az élethelyzeteiben számtalanszor kinyilvánított, és utat mutatott generációknak. Nem csak az enyémnek, hanem szerintem még nagyon sok útkereső generációnak a jövőben is. Innentől kezdve a tisztelt hallgatóság kérdéseivel szeretném folytatni. Az úgy sokkal érdekesebb lesz. Nemrégiben olvastam ezt a kölcsönös áthatást Böhmének, ezt a csodálatos elméletét, és ha lehetne, akkor ezt lehetne bővebben is kifejteni? Mert nekem azt tetszett, hogy eljutunk egy pontra, amikor az ellentétesség van két ember között, és abban a percben az egész megváltozik, és visszacsúszik. Tehát egy picit nekem hasonlít a Tao jelére is, hogy így fejezzem ki magam. Én ezt nem is vinném el egészen Kínába, hanem itt meghagynám a térben. Tehát amikor közösen tudunk hallgatni, akkor a jelenlétünk áthatja egymást. A vacsoraasztalnál, amikor csendben fogyasztjuk a vacsorát együtt, akkor a jelenlétünk áthatja egymást. Általában akkor nem sikerül ez, amikor az egyénben beindulnak azok az érzékszervi folyamatok, beszéd, gondolkodás, érzelemformálás, amelyek elkezdenek elválasztani minket egymástól. És amikor ezektől tartózkodunk, akkor megvan az egyéválás tapasztalat. A zenben ezt egyéválás tapasztalatnak hívjuk, ez az alapja az áthatásnak, és mostani már eléggé divatos műszóval a tér közös tapasztalatának is fordíthatnám ezt. Azért, mert a tudati terünk az csak látszólag különbözik. Ezt akkor lehet a legjobban tapasztalni, amikor például meditációban ülünk, akár az ülő, az éneklő, az étkező meditáció bármely formáját gyakorolva, és a templomunkban csend van az ilyen gyakorlatok alatt. És hogyha az ember ezt 7 nap, 10 nap, esetleg 1 hónap, 2 hónap, max. 3 hónapig végzi, olyan lélekközösség alakul ki a másikkal, amely néha családi viszonylatban is ritka. Úgy, hogy nem tudsz róla semmit. Tehát ez az a kölcsönös áthatás, az út lélektől lélekig, amelyet bármennyire is szeretnénk, külső eszközök segítségével nagyon kevéssé járhatunk. Tehát nem valami plusz kell, ami segítségével ez megvalósul, hanem a jelenlévő terhet kell letenni. A jelenlévő falat kell lebontani, és a kövekből utat építeni. A különbség 90 fok, nagyon nagy. És akkor az a kölcsönös áthatás elindul, amely által tapasztalom azt, hogy az én lényegem és a másik ember lényege ugyanaz. De a kölcsönös áthatás tapasztalata mellett nagyon fontos a másik véglet, amikor azt látom, hogy a közönség ott ül, meg jobb oldalt és bal oldalt ül, én meg itt. Nekem az a dolgom, hogy, kettős pont, a közönségnek az a dolga, hogy, kettős pont. Tehát az áthatás, mint egyéválás, és utána a forma-forma, az üresség-üresség, mint az elkülönülés, egyaránt fontos. Miért kellett Böhmének hangsúlyozni az áthatást annyira, és ezáltal más misztikusoknak és Hanvasnak is? Mert az európai civilizációban lett a legerősebb az individuum fogalma, és tapasztalata.
És több száz évnyi individualizáció az, amely a 20. század elképesztő tisztulásait és nagyon traumatikus tapasztalatait eredményezte. A nemzetállamok is nagy, tinédzserkorú individuumként tudnak viselkedni néha. És akkor, hogyha a játszótérre nem tudják ugye megoldani, akkor sajnos világháború lesz belőle. Ezért fontos ez, de fontos a tágabb környezetét is látni a fogalomnak. Tehát a forma üresség és az üresség forma, megvalósul az egyéválás, megvalósul az áthatás, és a forma forma, az üresség üresség. Jancsi, Jancsi karma, Juli, Juli karma. De Jancsi és Juliska az egy nagyon szép mese együtt. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen. Szeretnék így az idővel jó gazdálkodni, és egy leányfalui nyarat idézni. Ugye Hamvas is nagyon sok időt töltött leányfalun, és hogy pontosan hol, azt nem tudom, de volt egy késő tinédzserkori társaság, olyan 16-18 éves korunkban találkoztunk, és a társaságnak olyan 10-15 tagja volt, körülbelül olyan 5-6-an szoktunk nagy rendszerességgel összejárni, és ez így szépen forgott, hogy ki mikor van ott. Az egyikünknek leányfalun volt éppen telke, és egyetemi diploma évben sikerült egy kis szabadidőt szereznem, és már említett speciális kollégium témavezetőjétől ezeket a Schleifniket megkapni, és az akkor még nem publikált, számomra földrengést jelentő két művet egy Erika írógépen átgépelni. Az egyiket úgy hívták, hogy Mágia Szútra, az életműsorozat, azt hiszem 7. vagy 8. kötete, másik pedig az Antikrisztus volt. Na most ezt a kettőt mindenkinek ajánlom, nem csak hogy olvasásra, hanem tessék nagyon mélyen átszűrni magadban, hogy mi az, ami most érvényes ebből. És az a döbbenetes, hogyha megnézed csak az elmúlt 30-40 év történetét, egyre érvényesebb, mint egy jó bor, egyre érettebb a bor. Egyre érvényesebb az, amit ott olvasol. A Zen eszében csak azt olvashatod, hogy amikor beszél a gnosztikusokról, az eszénusokról, a szufi és az egyéb, azt mondom, tapasztalati alapú közösségekről, itt nem kell miszticizmusról vagy végképp nem ezotériáról beszélni, vannak, akik tapasztalati alapon dolgoztak, lásd gnosztikusok, és vannak, akik teoretikus alapon, lásd zsinat és papság és egyebek. Az, amikor az eszében azt mondja, hogy az igazsághordozók védtelenek, mert nem eléggé szervezettek, és a szervezetek pedig nem eléggé igazsághordozók, mert túlságosan védekeznek. Úgyhogy ezt azért érdemes kicsit szemügyre venni, hogy te hogy viselkedsz, hát mihez vagy hasonló, az önvédelmi mechanizmusok gyűjteményéhez, vagy pedig egy olyan igazsághordozását vállalod fel, amely sebezhetővé tesz, és ezt vállalod. Úgyhogy ezt a kettőt akkor nem csak hogy átgépeltem, hanem minden sorát újra és újra elolvastam. Kötetben, kéziratos kötetben több ember kölcsön kapta, és nagyon-nagyon komoly szellemi átalakulás az, amikor Hamvasnak a, mint hogyha évszázadok óta értek volna ezek a gondolatai. És ezért csak megszületik és leírja. Kérdése van-e bárkinek? Néhány gondolatot szeretnék kérni arról, hogy mindannak, ami a múltban és a jövőben rejtőzik, jelenné kell válnia. Nem szükségszerűen. Tehát, hogyha a karmát objektíválni szeretnénk, akkor lesz belőle sors. Hogyha meghagyjuk a döntést ebben a pillanatban szabadnak, akkor van út, sőt utunk. A Gyémánt szútra, amelyet Hamvas Béla Vajra Csédika néven idéz, azt mondja, hogy a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ha ezt négyzetre emeljük, akkor ebből az következik, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Tehát ezt nem nehéz belátni, még logikailag sem. Aki pedig gyakorolja azt a meditációt, amely ezt a pillanatot letisztítja, azt tapasztalja is, hogy ebben a pillanatban teremtjük a múltat, a jelent és a jövőt.
És ez nem egy szokványos gondolkodás, azt gondoljuk, hogy a múlt határozza meg a jelent, és a jelen határozza meg a jövőt, és benne vagyunk egy ilyen eleje nincs, vége nincs a linearitásban, ugyanis nem tudjuk, hogy pontosan mikor kezdődött ez a linearitás, és hol fog végződni. És amikor beleveszünk a linearitásba, akkor látjuk reménytelennek, mert nincs végső megoldás, mindig egy újabb és újabb fázis keletkezik, ahol újabb energiát kell kifejteni, újabb információforgalom van, és nincs vége soha. És ekkor van az, hogy kényszerűen a múltból jelen lesz, és a jelenből jövő lesz, és ez a segítség, állítsátok meg a világot, ki akarok szállni, kezdetű jelenet. Hogyha a keleten elterjedtebb ciklikus időszemléletre tekintünk, ahol Hanvas gyönyörűen megkülönbözteti a szamszárát, mint létforgatagot, és a szamszkárákat, mint a tudatban jelenlévő karmikus hatóerőket. Tehát a szamszárikus körforgás az ugye egy ciklikus szemlélet, és a természet és az ember működéséhez sokkal inkább közel áll. Tehát tavasz-nyár-ősztél és megint tavasz, és akkor alszunk, eszünk, ébren vagyunk, dolgozunk, és megint alszunk, és stb. Stb. Ha a ciklikus időszemléletet nézem, az se enged túl sokat. Ott is van a ciklusoknak egy kezdettelen és végtelen áramlása, és csak akkor tudok felülemelkedni ezen, ha belátom a tudat általi teremtettségét az egésznek. És ez az, amit Hanvas éppen nem mutat ki, idézi a Buddha szutráinak a rövid és a hosszú gyűjteményét, tehát a Diganikáját és az Anguttaranikáját, hogy a Samyuttával mit csinál, azt nem tudom, csak két gyűjteményt idéz. Hogyha az Avatamsaka szutrát idézte volna, akkor azt az eszenciális tanítást lehetne erre adni, hogyha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. És innentől kezdve, hogy ez a téridő hogy alakul, az a mi művünk. És ezért kell a pillanatnak az élményét nagyon-nagyon letisztázni, az egységet tapasztalni, hogy a saját teremtő mozdulatunkra rájöjjünk, hogy hogy csináljuk ezt az egészet. Számos civilizációnak az a hibája, hogy kivetít és külsődlegesít, magyarul projektál és externalizál. Tehát projektáljuk a karmánkat valahova fölülre és alulra, akár többes, akár egyes számban, és nem jövünk rá, hogy az egészet a tudatunk teremti. És ahhoz, hogy ezt belássuk, ahhoz le kell bontani azokat a falakat, amelyeket kollektíve énnek hívunk. És ekkor jövünk rá tapasztalati úton arra, hogy hogy teremtjük például a múltat, a jelent és a jövőt. És hogy egyáltalán generatíve, kreatíve mit kezdjünk mi ezzel. Mennyire csináljunk belőle identitást? Valamennyire kell, nézd meg a mítoszokat, legyenek azok történeti mítoszok, társadalmi mítoszok, politikai mítoszok, bármiféle, ami identitást teremtő. És mennyire hagyjuk ezt meg a maga teremtettségében, relativitásában, és ne csináljunk belőle identitást. Emlékezzünk az adott releváns fogalomra, hogy infinitezimális szubjektum, egyénileg és csoportosan. Tehát mennyire akarok, mint identitás jelen lenni, mint énség ordítani a megfogalmazódás után. Ugyanúgy, mennyire látom a téridő kontinuumot objektívnek, tőlem függetlennek, általam ugye nem teremtetnek. És mennyire látom be azt, hogy azért van számunkra három tér és egy idődimenzió, mert ezt a fajta emberi testet vettük fel. Ugye azért látjuk ilyennek a világot, mert ezekkel az érzékszervekkel és tudatformával rendelkezünk. Hogyha a cerebrális fogalomalkotásunk nem csak dualitásokban tudna gondolkodni, hanem trialitásokban, nem kellene a háromságot külön tanítani, mert alapvetően abban gondolkodnánk. De dualitásokban gondolkodunk, és ezt kibővíteni bármiféle háromságra, trialitásra nagyon nehéz. Külön képzést igényel. Hát ezért helyeztem a kérdésedet egy sokkal nagyobb kontextusba, hogy a múlt, jelen és jövő általunk teremtettsége nyilvánvalóvá váljék, és amennyire ez tapasztalat, annyira van választási lehetőségünk és döntési potenciálunk. Egyébként nem. Egyébként azt hiszük, hogy le van csavarozva,
objektíve tőlünk függetlenül így és így kell, hogy létezzen, neked szenvedned kell, neked boldognak kell lenni így és így és így, mert meg van írva, kész. Ezt kell fölbontani, ezeket a korlátokat kell fölbontani. A Scientias szakrában volt egy olyan rész, amikor a lélek fejlődésének a nem tudom, hogy hány szintjét, 6 vagy 8, mert nem emlékszem pontosan, ezt részletezte, és hogy ezzel szemmel mennyire igaz, vagy az endben mennyire vannak így szintekre osztva a fejlődési menet. Nézd, itt hagyományhoz mérten lehet többféle szintet megállapítani. Én a zen és a mahajána keretrendszeréből szeretném idézni azt, amit az újraszületések típusainak hívunk. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen lélektartalommal mész tovább. Tehát fogjuk föl ezt a 6-8 kategóriát, ugye az újraszületések lehetőségeit egy frekvenciatartománynak, és a keletkezett világban a mahajána 6 világrészt azonosít, középen van az emberi állati, felette a félisteni isteni, alatta a pokol lakó és pokol. Az elnevezéseket nem kell nagyon-nagyon komolyan venni, de két dolgot igen. Az egyik, hogy a felső világ is és az alsó világ is az érzékszervek számára nem tapasztalható. Ez az első. A másik, hogy a kölcsönös áthatás az itt is érvényesül, magyarul semmi nem gátolja meg a lelket, hogy kellő karma elkövetése árán egyik vagy másik állapotba belépjen. Nincs beépített korlát. Miért nincs? Mert akkor a megszabadulás sem lenne elérhető. Értsük meg, a védőkorlát a másik oldalról akadály. A várfal az úgy működik, hogy a te helyzetedhez mérten védelem vagy akadály. Attól függ, hogy ostromló vagy, vagy védő vagy. Tehát ezeket egy frekvenciasávnak fogjuk föl, ahogy a lélek rezdül, amilyen típusú karmája van, amennyi boldogság, amennyi szenvedés, amennyi okosság, amennyi tompaság, amennyi érzelmi intelligencia, ugye annak a hiánya, stb. Ez mind-mind lelki alkat. Ez mind-mind karma, mind-mind személyiség, és bizony, mondjuk az emberi birodalmon belül ez határozza meg, hogy milyen helyzetben születsz újra. Milyen család, milyen társadalom, milyen nyelv, egyebek. Ez a hatféle beosztás, ez az úgynevezett a létesült birodalom hatféle kategóriája. Na most az a jó hír, hogyha kellő mértékben olvasod Hamvas Béla műveit, és erre még rá is gyakorolsz egy csöppet valamilyen hagyomány segítségével, akkor meg tudod haladni azt a fajta sávot, amely a születés és halál kényszer küszöbe alatt van. Ez a hat birodalom ez úgy működik, hogy akármit csinálsz, egy újabb testesülésed lesz. Akár anyamékból, akár tojásból, akár ilyen spóra által, vagy az átváltozás, vagy transformáció által. Nehogy azt higgyük, hogy az fájdalommentesebb. Olvass el egy Kafka novellát, abban benne van egy csomó transformáció, oda is lehet azzal menni, jó? Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly elkülönülése a létbirodalmaknak és a létsíkoknak, és hogyha a tudat elér egy olyan megvilágosodottsági fokot, hogy már nincs annyi karma, hogy kényszerűen visszahúzza, akkor belép a buddhák és bódhiszatvák birodalmába. Ez a mahajánában 4-es osztatú, és én ezt 4 tulajdonságnak és nem 4 külön fokozatnak szeretem mondani. A pratyéka buddhák, az önerőből megvilágosodottak, a srávakák, a hallgatók, a bódhiszatvák, akik megvilágosodottak, de visszatérnek másokért, és a buddhák, akik már nem térnek vissza. Tehát ez az a 4 tulajdonság, amely a születés és halál kényszer küszöbe fölött van. El lehet képzelni ezt úgy, mint mondjuk az első kozmikus sebességet elért jármű, amelyik már a gravitáció miatt nem kell, hogy a Földre visszatérjen. Amelyik ez nem ért el, az a jármű, az a gravitáció miatt kényszerűen, mint a föl-föl dobott kő, újra meg újra visszahullik. Ez is rajtunk múlik, és ezt is nagyon nehéz elképzelni, de volt egy pár eléggé magas rezgésű és nagy formátumú tanít, aki megmutatta, hogy ez lehetséges. Az a fontos, hogy egyrészt ezt a küszöböt lásd a különböző utak irányát, hogy az milyen irányba vezet,
Lehet emberi testben és állati módon viselkedni. És lehet állati testben is, mert majdnem emberi intelligenciát elsajátítani. Az teljesen mindegy, hogy egy adott hagyomány hányféle mennyországot, meg poklot, meg egyéb köztes birodalmat különböztet meg. Bizonyos Téraváda, például a táj, ott 22-23 féle osztás van. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy hány darab van. Ezek hivatkozások, ezek jelzések, és nem objektívnek számító ismeretek. Azért, hogy a tudatodat ráébressz arra, hogy egy, sokkal nagyobb a valóság, mint azt te érzékszerűleg érzékelhetnéd. Azért fontos ez, mert ez a jelenségvilág relativitását mutatja meg, és ez az összes ilyen birodalom, meg felosztás, meg transzcendens és immanens világkép jelentősége. Hogy jussunk már el oda, hogy abszolút értékű jelenség nincs, mert ami keletkezik, az megszűnik. Ami lejött, az fölmegy. Ami megszületik, az meghal. Minden jelenség feltételhez kötött módon, mulandóan és befejezetlenül vagy tökéletlenül létezik. És pont az ember, pont mi szoktuk ezt elfelejteni, ez ránk ugyanúgy igaz, mint bármi másra, sőt bárki másra. Oké? Okay? Ez nagyon fontos. És ekkor van ezeknek a kérdéseknek azt mondom, hogy szemnyitó jelentősége, egyébként csak tanulmányozta egy újabb katalógust, egy újabb statisztikát, aminek a másik végét, az érzékszervek feletti végét eddig nem is tapasztaltad. Tehát ez egy nagyon komoly bizalmi kérdés, hogy melyik világképet teszed magadévá, azért nem tesz semmilyen világképet magáévá, hanem abból indul ki, hogy mi vagy. Mi az, ami benned lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, cselekszik, beszél, mi az? Na, ha ezt tapasztalod, akkor kezdenek a hullámsávok tágulni. Akkor kezd a fal egy picit lejjebb menni. És ha szerencséd van, akkor egyrészt tapasztalhatsz érzék feletti állapotokat is, és ha még nagyobb szerencséd van, akkor ezek el is múlnak, és visszatérsz a normális életbe. Mert van, akinek csak először volt szerencséje, másodszor nem. Ezeket hívjuk dharma balesetnek. Azt szeretném kérdezni, hogy ki vetti el az ént? Ki szeretné elvetni az ént? Nem, hogy ki vetti el az ént. Tehát ezt hogy tudom magamnak föltenni, ezt a kérdést? Az ént nem vetjük el. Az illúzióval semmi baj. Tehát nem erősítjük meg, és nem rántjuk magunkra, és nem vetjük el, és nem próbáljuk meg megsemmisíteni. Megnézed, hogy miből van összerakva. Tehát a gyerek az azon nyomban így viselkedik, kap egy kis játékautót, és ösztönösen mindenféle mérnöki végzettség nélkül darabokra szedi. Miért? Mert meg akarja tudni, hogy miből van. És ezt a külvilággal gyakorolja. Tehát a születés felfogható annak is, hogy érzékszervi síkon te kivetíted a tudattartalmadat, precízebben fogalmazva tudattalan tartalmadat, és az a világ. Amit tudatosítasz belőle, azt már vissza tudod fordítani, azt internalizáltad, azt láttad, hogy te teremtetted. Ami nem, az még tudattalan, az még objektív. Az úgy tűnik, hogy más, mint te vagy. Tehát az énség is ilyen. Az önkép az elkerülhetetlen fejlődése az embernek. Tehát nem tudsz nem felnőni. Azzal az én tudat is jár. Tehát nem tudod elkerülni a rusnya nagy egoitássá válást, mert ebből van aztán a fordulat. Akár a damaszkuszi úton, akár máshol. Nem az énnel van baj. Egy operatív személyiségre mindig szükség van. Azzal van a baj, ha nem tudod, hogy miből van összerakva, hogy létezik, mert akkor nem tudod az összetételét sem változtatni. Akkor azt hiszed, hogy te az vagy, aki, és kész. Így fogadjon el mindenki tégedet. És ez nem működik. Nem csak a párkapcsolat mutatja meg, hanem tudod, mi mutatja meg a legjobban? A gyerek. Ez elképesztően üt. És nem tudja, nem akarja. És ezért nem lehet elutasítani. Nem csak a függő viszony miatt. Tehát, ha azt mondod, hogy van én, hiba. Ha azt mondod, hogy nincs én, az is hiba. Ami van, úgy látszik, hogy van és működik. Miből áll? Miből épül föl? Mi a tartalma? Tehát a nyugati és keleti gondolkodásmódnak az egyik legnagyobb kontrasztja,
hogy a keletiek évezredek óta az egoitást, az önképet egy teremtett illuzórikus valaminek fogták, felhasználták, míg a nyugat az ego sum miatt objektívnek, változtathatatlannak, valahol egy abszolút pici részének, ami ide leszületett, mert meg van teremtve valami nagyobb képére. És ezért ugyanolyan abszolút, mint az, ami fönt van. Az egoitás abszolút vagy relatív volta dönti el, hogy te milyen hamar vagy képes változni. És ez húsba vágó. Hát van egy önkép és van egy önvaló. Minél nagyobb a távolság az önkép és az önvaló között, annál nagyobb a szenvedés. Minél közelebb van az önkép és az önvaló, annál jobban megteremted a világodat. Annál jobban megtalálod a helyedet ebben a teremtésben. Annál kevesebbet szenvedsz és szenvedtetsz. És hogyha esetleg eloszlik az önkép, és csak az önvalód marad, akkor szabadultál meg teljesen. De azt lássuk be, hogy ezen a világon teljes átfedése az önképnek és az önvalónak csak a legnagyobbaknál volt. Tehát az elmúlt 3000 évben, hogy egy kezeden meg tudsz számolni, hogy hánynál. Jó? És utána találkozol azok, akik nagyon közel, tehát egy kicsit távolabb, aztán pedig a hétköznapi, ahol muszáj hazudni, és muszáj kertelni, és muszáj elvenni azt, ami nincs odaadva, és muszáj csalni, mert nem hiszel másban. Mert azt hiszed, hogy csak úgy tudod érvényesíteni magad. Jó? Ezért kell rájönni, hogy az énséged miből van. Honnan jön, hogy épül föl, és akkor tudatosabban, helyesebben tudjuk használni azt. Jó? Nem tudom, mennyire helyén való, de arról a fán lógós kohanról beszélhetnénk egy kicsit. Az úgy szép, ahogy van. Mit beszéljünk róla? Az úgy szép, ahogy van. Ilyen alternatívákat, vagy lehetséges megoldásokat. Tehát akkor az lenne, hogy állj, másképp forgatunk. Tehát akkor most gyere le a fáról, harapjál valami másba, Józsi, adjál neki partvisnyelet a fa helyet, jó? Nem, ilyen nincs. Olyan van, hogy elmondom, hogy miért nem kell az alternatíva. Sok az opció, megszűnik az akció. Tehát, hogyha túl sok alternatívát tapasztalsz, akkor elosztod a cselekvési lehetőségedet. Mindig van egy B terv, egy C terv, egy D terv. És hogyha nem tudunk teljesen egyé válni egy helyzettel, nem tudsz teljesen elköteleződni egy kapcsolat iránt, nem tudsz 100%-ig csinálni egy adott munkát, akkor az élet felaprózódik ilyen kis részletgazdag, jelentéktelen folyamattá. És a koan pont olyan, hogy kizárja az alternatívát. Vannak olyan koanok, hogy több megoldás jó, de azok pontosan ugyanabban az osztályban vannak. Ez a koan olyan, hogy csak egy megoldás van. És azért jó, mert amíg az nincs meg, addig nem oldottad meg. Rendkívüli módon letisztítja a tudatterét. Ezért nem kellenek alternatívák. Az életben kell. Jó a szabad verseny, ott, ahol a versenynek helye van. Semmi probléma. Tehát jó, hogyha többféle áruházban tudsz vásárolni, többféle autót tudsz venni, ez mind kell. Amikor a tudat egy transzcendens tapasztalatot szeretne, akkor nem ugrál egyik hegyről a másikra. Felmászik a csúcsra, azt kész. Egy hegy van. Többféle úttal, de egy van. Úgyhogy a koan pont ezeknek a lehetőségeknek, a kibúvóknak, az egérutaknak a lezárása. Ekkor szokott az ember mélységesen pánikba esni. A saját bezártságát, a saját korlátait egyszer csak tapasztalja, és nagyon sok zen gyakorló érzi azt, hogy a koan megoldatlansága kihúzza a talajt a lába alól. Tehát az az önkép, ami addig volt, az darabokra esett szét. Majd én. Igen, üljél be 3 napig, gyere interjúra, aztán már meglátjuk. És ha akkor is még ugyanazzal az önképpel megy ki mondjuk 10 nap, 2 hónap, 3 hónap után, akkor tényleg nem csinált semmit, csak tévét nézett belül. Lehet, csak nem arra találtuk ki. És ez azért fontos, mert nem egyfajta monopóliumot vagy túlszigorú hierarchiát szeretünk hirdetni, élni, hanem a fókuszt, a figyelmet szeretnénk pallérozni és nevelni. Hát, ugye nem tudsz egy tudattárgyra figyelni
naponta több órán keresztül, akkor a tudatod nem lesz elég tiszta és erős ahhoz, hogy megoldja a koant. Nem a koan a tudattárgya, mert abba be lehet kattyanni, és ezt nem javasoljuk. Pontosan a koan paradox jellege, diszkurzív gondolkodással való megoldhatatlansága, az érzelmi diszpozíciók teljes felülírása a koan által, az hoz vissza egy keletkezés előtti tudathoz. Megnyilvánulás előtti tudathoz. Erről Hanvas beszél még a Zenről szóló eszéjében is. Úgyhogy a logosznak az eredeti értelme egyébként ez. Keletkezés és megszűnés előtti, teremtés és pusztulás előtti állapot. Ha megnézed egyébként a teremtés történetnek a sorrendiséget, akkor ez pont abba a fázisba passzol, független attól, hogy ki hogy fordította. Én javaslok egy olyasféle olvasatát mondjuk az evangéliumnak, a régi Károlit vedd elő, az olyan veretes, olyan klasszikus, nincsen benne semmi legyengítve még, hogy az én helyére tedd be az önvalót. Így nagyon érdekes lesz az olvasat. A másik lehetőséget nem mondom el, de ott is van egy helyettesítés, és akkor olyan mahaján a szöveg lesz belőle, hogy csak úgy csilingel. Nagyon érdekes a történet, csak vigyázz vele, ne vidd ki a házból az értelmezést. Jó? Egyéb kérdés? Én is még diákkoromban, 17-18 évesen akkor kezdtem elolvasni Hanvast, akkor ismertem meg, és néhány évet foglalkoztam vele, aztán így elmaradt az életemből. Az a kérdésem van, hogy Hanvas Béla fordított és értelmezett Dosztojevszkijtől is az ő műveiből. A bűn és bűnhődés, és más szerzőktől is dolgozott fel ilyen életműveket. Dosztojevszkijtől én olvastam, de hogy érinti azt a vonat, hogy van megváltás, van megváltódás, tehát hogy van az a lehetőség, amikor az ember teljesen benne van a kátyuba, de hogy megcsillan az, hogy megcsillan a fény ebbe a dagonyába, úgymond, hogy igen. Ott a lehetőség, hogy ott van ebben a nehézségben az, hogy ott a remény, meg az erő. Igen. Erről kérdeznék, hogy... Mit kérdezel erről? Te is így látod. Én is így látom, az összes alkoholista is így látja, a dharmafüggők is így látják. Tehát van a fordított harangörbe, amikor már lejjebb nem mehetsz, csak nem tudtad, hogy akkor éppen elindul fölfelé a jármű. Honnan tudod ezt, hogy egy lépésre vagy a haláltól? Tehát még egy lépést teszel, még egy pohárral megiszol, meghalsz. És valami, ami akkor a megcsillanó fény, csak azt nem úgy látod, visszatart. És azt mondja, hogy most nem. Ez lehet egy egyszerű elég volt mondat. Nagyon gyakran ez nem fogalmazódik meg. Tehát persze egy komoly regényfolyam kontextusába beletenni, nagyon magasrendű és művészi dolog, de könnyebben dolgozunk akkor, hogyha ezt leegyszerűsítjük. Leegyszerűsítjük úgy, hogy mi az, ami az élet és halál között dönt, ami az erény és a bűn között dönt, ami az életút irányát meghatározza. Tehát mennyire látod a karmát tisztán? Erről szól a kérdés. És Sung San Zen mesternek volt nagyon sok kemény egymondatosa, az egyik legkeményebb az, hogy a puszta megértés nem segít. Ezért mondtam a bevezetőben azt, hogy ha nem gyakorlunk valamilyen aktív szellemi irányzatot, soha nem fogjuk Hanvas teljességgel megérteni, vagy akár meghaladni. Megérteni már elég lenne. A puszta megértés nem segít. Számos volt szenvedélybeteg tanítványom van, és elképesztő, hogy milyen tisztuláson mentek keresztül azáltal, hogy majdnem elpusztultak a szenvedélybetegségben. És ez, mint tudod, nem recept senkinek. Most nehogy azt gondolja valaki, hogy a napi több liter tömény fogyasztása jó szellemi gyakorlóvá teszi, mert nem. Nem ez lesz. Ha valaki ezt a karmát hozta föl ebből a fordított haranggörbéből, akkor ő azzal dolgozott. Van, akinek a tudós karmát kell lehozni a magasrendű konceptuális tudásból az egyszerű és tiszta csendig. Úgyhogy az értelmezések jók, de korlátozottak. Azt a mély lelki mozgatórugót kell meglátni, hogy te mitől vagy az, aki.
Egy válsághelyzet mit hoz ki belőled? Mivé leszel? Milyen személyiséget gyúrsz össze magadnak? Nézd meg, hogy mi az a lélek, amit hoztál, ha még emlékszel rá, és mi az a lélek, amit tovább viszel. Nem kell nagyon emlékezni a múltra, csak ezt a mostani lelket, ezt a szemét lásd. Így akarsz tovább menni? Vagy esetleg még kiraknánk, beraknánk dolgokat, vagy lesurikálnánk dolgokat, vagy utánállítanánk bizonyos csavarkákat. Úgyhogy az ilyen nagyon komoly, a szívet, lelket mélységesen felforgató műveknek az volt az értelme, és a mai napig is az, hogy a katarzist elhozza. A katarzis, mint szembenézés, a katarzis, mint az identifikáció, a hamis azonosulás megszüntetése, ezt nem a görögök kezdték. Nagyon sok kultúrában volt ez már meg, csak az európai kultúra a maga szellem története, vallás története és társadalom története miatt a művészetet évszázadokig igazsághordozóként fogta föl, nem pusztán szórakoztatásként. Hogy miért kapta ezt a szerepet? Tessék a középkor 1000 évét megnézni, az nem pár évszázad volt. Nyugat-római birodalom bukásától kezdve tessék eljutni mondjuk a 15-16. Századig, 16. században még a madridi rabszolgapiac nyitva volt, és volt kereskedés, jó nagy forgalommal. 1000 év a középkor csószörrel nem ér véget. Nincs igazából még a 15. században sem egy olyan paradigmaváltás, ami azt a mélységes, fizikai, lelki röközkötöttséget és bezártságot feloldotta volna. És amiért Hanvas elképesztően jelentős, mert feloldja azt a szellemi műveltség és egyéb röközkötöttséget, amit bárkinek a kultúrája szükségszerűen, mint identitást, mint falat, mint védelmet rárak, hogy te ez vagy, gondolkodj így, érezz így, cselekedj így, beszélj így. Miért? Mert ez vagy te. És ezt a röközkötöttséget oldja föl Hanvas, ezt a fajta elképesztő bezártságot nyitja ki, aztán tudj vele mit kezdeni, nehogy legyen magassági mámorod. Ezért fontos nagyon mélyre menni, akár a műben, a lélekben, vagy a sorsban, hogy utána magasra mehess, az összes orfikus mítosz ezt hozza, ezért kell a dudásnak a pokolra menni. Ezért kell az embernek alászállni. Ez sem Dante fogalmazta meg először. Úgyhogy ezért nagyon fontos a helyükön kezelni ezeket a műveket, irodalomtól kezdve az egyéb művészeti ágakig, és látni azokat a határokat, amelyeket nekünk kell meghaladni, mert a mű már ezt nem teszi lehetővé. Tehát neked kell meghaladni ezeket a korlátokat, az írások, a művek csak utat mutatnak. Ezért a zen 4 alapelvek közül az egyik, hogy nem támaszkodás az írásokra. És Hanvas ezt gyönyörűen látja. Tehát azt mondja, hogy a zen nem vallás, nem filozófia. Miért? Mert nem dogmatizálható. Leginkább egy életformával, cselekvésmóddal, szemléletmóddal azonosítható, ha egyáltalán erre szükség van. Brilliáns. Nekem mintha a kegyelem jutott volna eszembe róla, hogy ez a kereszténység, amikor nem teszünk úgymond semmit azért, hogy haladjunk, csak úgy. Tehát, mintha a kereszténységnek ez a fajta irányultsága, vagy hite azt mondaná, hogy megkaphatom úgy is, ha konkrétan nem teszek érte valamit, vagy legalábbis én így értelmeztem. Nézd, hogyha a kegyelmet nem az együttérzéssel párosítjuk, és nem valami nagyon belülről jövő autonóm dolog, hanem egy kívülről rád erőszakolt, vagy csak tanított forma, akkor ez pont akkor mond csődöt, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Nem ajándék? Kitől? Hát ez az. Tehát nézzük meg, hogyha van egy olyan tapasztalatod, hogy a te lényeged és a másik ember lényege ugyanaz, akkor nem csak, hogy tolerálni tudod a másiknak a karmáját, nagyobb teret adni neki, mint amit elfoglal, hanem az együttérzéssel át tudod venni azokat a tudatállapotokat, amiben van. Ez rendkívül erős. Ez egyébként a bizalomnak az alapja, hogy a másik nem csak ért engem, hanem érez engem. Nem csak használni akar, hanem lát is. És az együttérzésből lehet az a kegyelem, amikor azt mondod, hogy most nem verem le rajtad az ok és okozat működését, pedig megtehetném. De ha ezt csak kívülről kapja az ember az előbb említett benső minőségek felszíne hozatala realizációja nélkül, akkor van Schindler listája.
ott konkrétan van egy jelenet erről, amikor meggyőzik a lágerparancsnokot, hogy éppen ne lője le a mesterlövész puskájával az egyik fogvatartottat. Ez tart 15 másodpercig, aztán visszabillen a Cezar Román tudatba, és le is lövi. Ott van a kívülről kapott kegyelemnek a teljes csődje. Jó? Egyéb kérdés? Hát a helyszín kapcsán felvetődött bennem a Hamvas Bélával kapcsolatos kérdés. Mostában foglalkozok az életrajzával, és felvetődött bennem, nézegetem a portrékat, hogy milyen lehetett az időskori Hamvas Béla. Tehát, hogy hová juthatott ő az élete végén, milyen változás sok zajlottak le. Nézd meg a késői művek melankóliáját, ott van. És biztos, hogy fájt mindene. Hát biztos, hogy fájt mindene. Tehát elképesztő fizikai szenvedéseken ment keresztül, és csak a lelke vitte. Vitte a lelke, vitte a szelleme. A részleteket majd jobban tudod, mint én. Szerintem már most jobban tudod, mint én. Majd akkor fogod. Tehát én az életrajzával foglalkoztam a legkevesebbet. A műveivel sokkal többet. De gondolom az utolsó műveivel is. Hát, ami csak elérhető volt akkor. Aztán az életműből újraolvastam egy pár dolgot. Csak azért, hogy ugyanazt adták-e ki, amit én olvastam eredetiben. És azt, ne hagyjanak ki belőle. Tudod. Jó, tehát nem tudom, milyen lehetett, de az egész biztos, hogy a nagyformátumú szellemiségnél azt látod, hogy az élete az egy ívet fut be, még akkor is, hogyha a formák szintjén egy életrajz mondjuk hirtelen megszakad. Tehát Hamvas Béla is lehozta azt a karmát, amit lehozott és megvalósította, és amikor befejezte, akkor ment. És addig a test bírta, akárhogy. Ha ütni verni kellett úgy, ha kórházba kellett menni úgy, ha csak elég volt a gyümölcsórákat számolni Leányfalun, és az árnyékban megpihenni néha, akkor úgy. Katalinnak vannak komoly visszaemlékezése erről, hogy a kerti munka közben ugye, hogy alakult a szellemi élet, meg az a nagyon nyugodt társkapcsolat, ami az övék volt, ami szerintem ugyanúgy megtartotta őt. Sung Sanzen mesternél is azt lehetett látni, hogy egy nagyon-nagyon viharos időszakban született. Az ő teljes felnőtté válása és a két Korea szétválása az így időben egybeesett. És a megvilágosodás tapasztalata az a 21. életévében volt. Elképesztő erős. Az élete hátralévő részében, az összes betegséggel dacolva, tanította azt a tant, amit realizált. És 2004. novemberében, amikor a nyugati szerzetesek által fenntartott koreai főtemplom készen lett, a Buddha terem megnyitása júliusban volt, és a novemberben távozott. Befejezte. Kész. Tehát úgy kell nézni, hogy mit tett a kezdettől a végéig, és meg fogod látni, hogy akármilyen kacskanyírgók, megmagyarázhatatlanságok, következetlenségek, törések lehettek az adott életrajzban, a szellemi ív mégis teljes volt, és folyamatos volt. Tehát nekem volt egy fantasztikus segítségem az életben, őt úgy hívták, hogy Matyasovszki Zsolnai Ágnes. És ez a két név mindenkinek mond valami, de a kettő együtt, hát ez a családi vonal, ez fantasztikus volt. Ágnestéről csináltak egy dokumentumfilmet is, több gyermeket hozott a világra, és nevelt föl teljes felelősséggel, és ő az én pótmamámként funkcionált több éven keresztül. Nagyapámmal nagyon jó barátok voltak, édesanyám el volt foglalva, és Ágnes néni, amilyen érdekes karmája van, egyik édes gyermekénél sem tudott öregkorára megmaradni, és az aranyalkony öreg otthonba ment. És ott töltött több mint 20 évet. 96 éves korában ment el, úgy, hogy rendszeresen látogatta a család, rendszeresen kihozták piros betűs ünnepekre, megvolt az a családi kapcsolat, amely által azt érezhette, hogy persze tagja a családnak, csak nem él velük. És amikor visszajöttem Koreából, akkor nagyokat beszélgettünk, és az egyik legnagyobb megértéssel felén forduló lény volt,
hogy nem azt kérdezte, hogy na ez most miért van rajtad, hanem azt nézte, hogy mit hoztam magammal, és azt, hogy mit hagytam ott. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos kapcsolatunk volt, és fizikai állapota romlott. A távozása előtt körülbelül pár hónap, aztán 2 vagy 3 hónappal így meglegyintett egy meditáció, hogy Ágnes néni menni fog. És bementem hozzá az öregotthonba, úgyhogy már évekkel, már 2-3 éve az előtt nem láttam, és akkor már nem tudott kommunikálni, de a szeme még érzékelt. És lélekben elköszöntem tőle, mert nem kellett kimondani semmit, mert a szavakat nem hallotta volna. És láttad azt a szemén, hogy megköszönte és elengedett. És nagyon fontos ez, hogy ilyenkor ne vetítgessünk, tehát te ne az akaratod szerint módosítsd a saját felfogásodat. Nézd meg, hogy valójában abban a lélekben mi van veled szemben. Ehhez kell kiürülni teljesen. És 1-2 hónapra ráment. Ez azért volt, mert befejezte, és ilyenkor, ha érzed, akkor el kell tőle köszönni, hogy elengedhessd. Egyébként az összes halotti szertartás arról szól, hogyha addig valaki ezt nem tette volna meg, mert nem érezte, hogy itt a vég, akkor tegye meg és engedj el azt a lelket, ne tartsa itt a földi síkon testen kívül. Ne. Nincs itt már dolga. Menjen. Kövesse az útját, és ahol születik, szülessen meg újra. Úgyhogy így áll ez össze. Jó? Köszönöm. Azon szoktam gondolkodni, hogy soha nem emlékszem az álmaimra reggel, de egyáltalán soha. És volt egy pár hónap, 2 év, amikor igen. És szoktam azon gondolkodni, hogy erőltessem ezt, hogy próbáljuk-e tenni azért valamit, hogy föl tudjam intézni, és tudjak rajta gondolkodni, le tudjam írni. Vagy csak hagyjam, hogy ott maradjon lent. Mikor jön fel a tengeri emlős? Ilyenek, hogy bálák, delfinek, ilyen tengeri emlősök, mikor jönnek fel a víz felszínére? Hát amikor oxigénre van szükségük. Igen, mikor jön fel egy álom a tudat felszínére? Amikor oxigén... Hát... Folytasd! Amikor... Közelebb? Amikor napközben szükségem van rá. Napközben? És éjszaka, amikor fölébredsz a lidércbe, akkor nincs rá szükség? Na, akkor jön fel a felszín, amikor látnod kell. Tehát többféle álom van. Az egyik, az úgynevezett... azt mondjam, anyagcsere vagy kémiai alapú álom, ami a tudatot egyszerűen kémiailag befolyásolja, töltött káposztától a vodkáig, bármi. Na, ez az a kényszermozgása a tudatnak, amit ugye elintézel fiziológiai, asztrális és egyéb szinten, és nagyjából nem szoktunk emlékezni, mert felesleges. Mint hogy nem szoktad a konyhai szemetet megszámolni és kartotékolni, egyszerűen kidobod, ha van már szelektív hulladékgyűjtés, akkor úgy, de akkor is kidobod. Aztán vannak azok az álomtípusok, amelyekre ugyan emlékszel, de csak egy normál képsor volt, és nem üt meg úgy, hogy ennek elképesztő jelentősége van. Tehát ezt hívom a tévéadás ismétlésének. Ugyanis ha meditációban nem teszed helyre az adott nap történéseit, akkor a tudat tehetetlensége az beviszi az éjszakába. Aki esténként szokott tévét nézni, az tudja, hogyha egy erősebb sorozatot néz, vagy filmet néz, akkor azzal szokott támadni. Ennek nincsen különösebb jelentősége, csak a tudattalan elkezdi tisztítani önmagát, és megforgatni a mosógépet. Ha már nappal nem kapcsoltad, akkor megy éjszaka. És vannak az úgynevezett indikatív, a lélek számára jelentőségteljes álmok, jelzésértékű álmok. Miért? Mert utat kell választanod. Ezekre emlékezni kell. Muszáj. És van, hogy évekig emlékszel rá, sőt a döntésre is, hogy mit hoztál. Ez más. Ez olyan, mint amikor a 10 tonna agyagból azt az 1 gram aranyat sikerül kibányásznod. Azt megtartod. Na most, hogyha álomjóga érdekel, a tibeti hagyományban van egy rakás, gyönyörűséges tanító, körülnézel, bevásárolsz, kiszelektálsz és valakinél kikötsz, és tudsz olyan álomjógát gyakorolni, hogy tudatosan emlékszel az álmaid többségére. A zen ezt nem tanítja külön, mi a tiszta tudatot tanítjuk éjjel és nappal, ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, testben és testen kívül, folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Mi ez a tiszta tükör? Na most, ha ez rendben van, akkor spontán álomélmények is bekövetkezhetnek, de külön a zen nem tanít álomjógát. Úgyhogy a tudat tükre legyen tiszta, és akkor látod azt, hogy ezzel az álommal van-e dolgod, vagy sem.
Az álmot azt nem érdemes elemezni. Hát van egy komoly képsorod, és akkor hozzányúlsz akár álmos könyvhöz, hogy elkezdesz gondolkodni rajta, elemzed, stb. Stb. A javaslatom az, hogy lásd meg az álmot egy meditatív tartásban, és engedd, hogy felfedje a kapcsolatait, hogy valójában mire vonatkozik. A jelzésértékű álmok lineáris időben elképesztő rövidek, és jelentésükben elképesztően mélyek. Tehát újra és újra végignézed a klipet, vagy kimerevedett a klip, úgy, ahogy van, egy képpé, és elkezdi ontani azt a jelentést, amiért a tudatodban ott van. De ha racionális tudattal megzavarod, ha érzelmekkel megpróbálod finomítani, durvítani, szeretni vagy nem szeretni, akkor az álom eredeti tartalmát befeded a saját projekcióiddal. Ezért érdemes az álmot újra nézni. És addig nézd, addig lásd, ameddig a kapcsolatai ki nem derülnek. Én azt szeretném kérdezni, hogy amikor van az a pillanat, amikor várjuk a kegyelmi megváltást, akkor keresztény kultúránkban nagyon sokan imádkozni kezdünk, és az imádságról szeretnélek kérdezni, mert szerintem az is változtat az emberi minőségünkön. Természetes. És hogy az is egy folyamat. És hogy krízis helyzetben az ember mihez nyúl. Krízis helyzetben lásson tisztán, halljon tisztán, cselekedjen és beszéljen tisztán. De ha addigra nem elég tiszta a lelke és tudata, akkor nem tudja megcsinálni. Krízis helyzet előtt és után imádkozzunk, krízisben pedig cselekedjünk helyesen. Nyilvánuljunk meg helyesen. Ez azért fontos, mert hogyha akkor egy abstrakcióban a tudat elfüstöl, akkor nem tudod a krízis helyzetet megoldani. És akkor azt hiszed, hogy nem hallgattatott meg az imádság, pedig nem, csak rossz helyen és rossz időben imádkoztál. A meditációval is, az imádsággal is, bármiféle lelki gyakorlattal te békeidőben készülj. És amikor cselekedett, krízis helyzet, igénybevétel van, azt vidd végig nagyon tiszta tudattal, és hogyha jól imádkoztál, az Istennel való egység tudattal. Utána pedig takaríthatsz, hogyha nem sikerült. De a jelen pillanat tisztaságát azt tartsd meg. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, tisztelettel a meghívást, és remélem, hogy mindannyian egy olyan útra térünk, ha már ezt nem tettük volna meg, amelyen tapasztalhatjuk igazi önvalónkat, helyes életet élhetünk, megtapasztaljuk a hanvasi, magasrendű szellemi örökség eredeti és tiszta értelmét, és egy megvilágosodottabb tisztán tudattal megyünk tovább. Köszönöm a figyelmet!